Figyelj, én csinálom, Megi, azt, én csinálom azt, amit egyébként is szoktam csinálni. Figyelj, te instruált, van az idióta biztos leírás, ugye? Nézd meg a 20 oldalas. 20 oldalas. Na melyiket? Segítsünk? Figyelj, én hát figyelj, ha azt mondod, hogy összerakod, segítsünk. Én ez vagyok, Csúcs. Elveszlek. Én ez vagyok, jó? Ja, hogy te abban segítesz, hogy rögzíted a kutyiba fel sem merült, hogy elkezdi, ő már rögtön csak a segítést ajánlja fel. Figyeljetek, először állapítsuk meg, hogy mi ez. Szék. Csodálatos. Ez biztos. Már jól indulunk. Ez biztos. Csutikán megállapítottad. Igen, ez de jó. Dokumentál, jó? Dokumentálom. Így. Ó, csuti. Tökéletes. Én már látom ebből címlap lesz. Ez hogy van? Ez hogy kényelmes? Aha. Így. Na de figyelj már is, erre ráültetnéd a gyerekedet és úgy rakd össze. Úgy rakd össze. Hát jó, hát először összerakom, aztán becsavarozzuk. Én most ellenállok a készítetésnek, és nem segítek. De várjál már. Ellenállsz, nézzük én meg ellenállok. A... Én, az a baj, hogy én nagyon jól szerelek. Soha nem szoktam megnézni. De pont az a jó, hogy azt megnézed. De lehet, hogy érdemes lenne. Csuti, gondoltál-e már arra, hogy csak meg... Fordítva tartjuk. Kifele vannak a lyukak. Hát ezért jó, hogyha előveszünk a csavarokat. Ezért, nem, ezért jó, hogyha a használati utasítást megnézzük. Ez nagyon fontos. Teljesen értelmezhetetlen. A tipikkel. Ezt ragd le. Ezt de figyelj, meg itt te jól állsz, mert legalább észrevetted a lyukat. Igen. Hát ennyi, ennyi. Ez biztos egyébként, hogy valami karfa. Ezt ragd le, ezt ragd le, ezt engedd el az egészet. Karfa? Karfa? Hát csak van. Engedd el. Ja nem, abból kettket. Ide beleked tökéletes. Most te leszel a legjobb szerelő? Hát nem tudom, ezek szerint. Úgy látjuk. A legtöbb gyakorlat. Na várjál, melyik az... hogy igen, attól függ, hogy jött ide előre, vagy hátra. Így? Biztos vagy te benne? Megint érzékeled-e, hogy a karfa az valójában... Nézzek, hogy ez egy... Micsoda. Menjünk tovább. De miért nem nézzük egyébként az útmutatót? Nézzük. De ez nem büszkeségből nem nézed meg az egymást, hanem... Nem kell az nekem. Ez a kicsi. És akkor rohadjon meg mindenki, mikor nem sikerül, és akkor előveszik. Ez a kicsi. Ez egyébként... Az viszont kifele kell, hogy legyen, nem? Mert a festet... A székből kifele? Így jön. Amíg az eltöltöm, hogy ezeknél az állapotoknál vagyok úgy, hogy teljesen feleslegesen töltök el erre három órát. Ideges leszel tőle? Elképesztően ideges leszek tőle, rohadtul unom, nincs időm 3-4 órát székeket szeregetni. Persze össze lehet ezt, gondolom 7 perc alatt is, de nekem 3-4 óra. Az előbb te úgy állítottad be, hogy vízszintesen vannak. Mondd már nekem most, hogy ideges lett. Egyet mondd már meg nekem, hogy halmozott a hátrányos kategóriát. Viszont már ha jól legoztam régen, tehát ez azért furcsa nekem. De figyelj, egyébként, tehát engem megmondom őszintén, hogy tehát én éltem olyan párkapcsolatot, hogy mindent én szereltem az elektronikai cuccokat is, és azért az egy kicsit biztos, úgy, tehát megszoktam, de fura érzés volt. Viszont azt én bírom, hogy egy pasi belátja egy hülyehez, és talál olyat, aki ezt összerakja, és mondjuk ki tudja fizetni. Kisebb, nagyobb. Így van, jó, rakjuk így nekem. Minden oké? Igen, csak mint jelzik két tipőszkét. Igen, viszont tök jó, mert ez a kabaréba is be tud majd kerülni. Miért? A szilveszteri adásban. Igen. Nagyon. Van még olyan? Mondanám, hogy szóljatok. De annyira kijön a tehát, hogy tényleg Csuti, te vagy, aki ideges lesz és ráún és kiszáll belőle. Tehát azért benne van a versenyszellem, kucsikát, hogy te azért ott az a megoldom, nem? Ő ez a... Én meg csapódom. Csak azért is. Ez is fordott van. Tehát nálam, amikor ilyen van, például jön egy bútor, akkor mondjuk ha ez a bútort hozza a cég délre, akkor 11 óra 55-kor már megkávézott nálunk a szerelő, felkészült a munkára. Kész vagyunk, ez ennyi. És akkor a csavarok még hiányoznak, de egyébként megvagyunk. Fantasztikus. Kész. Még a csavarokat bele kell. Ki mer ráülni? A kucsi, ő 105 kiló. Ja, jó. Állítólag. Aha, az jó volt. Ez igen. Figyelj. A svéd acél. Stefán.